Mintegy 50 önkéntes segítségével gyűjtöttek PET palackot Tiszaszalkán. Ez ugyanis a Tisza egyik legszennyezettebb szakasza. Ebben a Felső-Tisza vidéki vízügyi főigazgatóság is részt vett. A szervezet legutóbb egy eredményes projektet is lezárt, de már beadás alatt van egy következő pályázatuk. Téli ártéri erdőtakarítást szerveztek a petkupások a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, de ezen további közreműködő szervként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Feti Vízig is részt vett. Február 22-e és 25-e között 600 zsák szemetet, 30 köbméter hasznosítható hulladékot és 12 ezer bebálázott palackot gyűjtött 50 önkéntes a Tisza mellett. Ez a 3 hektáros terület Tiszaszalkán a Tisza egyik legszennyezettebb szakasza. Itt terepbejárás, monitoringozás és takarítás zajlott. Az árhullámokkal érkező szemét nagy része Ukrajnából és Romániából érkezik, de a takarítás során magyar feliratú hulladékot is találtak. A Petkupa csapata az elmúlt 6 évben 180 súlyosan szennyezett területet derített fel. A téli projektet a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is támogatta közel 2,5 millió forinttal. Ebből finanszírozták az önkéntesek és az itt dolgozók utazását, szállását, valamint az eszközök beszerzését és a hulladékanalízist is. 2003-2004 óta mindig itt a Felső-Tiszán a legnagyobb probléma a PET palack szennyezés, hiszen általában amikor a Felső-Tiszai Vízügyi Igazgatóságnak vízminőségi veszélyhelyzetet kell elrendelnie, az közel 40%-ban ezért van, tehát mert nagyon sok, egy-egy árhullámmal nagyon-nagyon sok PET palack érkezik, és ezért gondoltuk úgy az Országos Vízügyi Főigazgatóság részéről is, hogy a természetfilm.hu-val, az Egyesülettel egy együttműködést kötünk, és hát nyilván ezt itt tudtuk a legjobban létrehozni, és a legnagyobb értelme ennek itt volt a nyíregyházi vízügyes kollégákkal nagyon-nagyon szorosan együttműködve. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legutóbb egy sikeres pályázatot is lezárt. Ennek eredményeként több mint 244 millió forint támogatást nyert napelemes rendszer kialakítására 42 helyszínen. És erről a napelemes pályázatról fogunk beszélgetni. Vendégünk a stúdióban Nagy Krisztián, a Feti Vízik Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztályának vezetője. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Jó napot kívánok. Úgyhogy, ha jól tudom, akkor ennek a napelemes pályázatnak azért vannak előzményei. Valóban vannak előzményei. Az igazgatóság elhivatott a zöld energia irányába. 4 éve döntöttünk úgy, hogy valamit nekünk is tennünk kell a környezetünk védelméért, fenntartásáért, és olyan projekteket kezdeményezni, ami valamelyest a fenntartható fejlődés irányába mutat. Ekkor a költségvetési szerveknek, központi költségvetési szerveknek olyan pályázatot írtak ki, amin mi is tudtunk indulni. A 4 szakaszmérnökségünk, területi szakaszmérnökségünk itt helyben Nyíregyházán, Mátészalkán, Kisvárdán és Vásárosnaményban voltak a fejlesztési helyszínek, a tervezett helyszínek. Ez a projekt körülbelül 172 kV-ampere nagyságú volt az összteljesítmény. A célunk az volt, hogy ez a 4 létesítményünk fent tartható módon, tehát saját magát fenntartva, zéró, hogyha úgy tekintünk energiával, legalábbis villamos szempontból, villamos energia szempontjából tudjon működni. Így is van, megvalósultak ezek a fejlesztések, 2015-ben fejeződtek be. Azóta mondhatjuk azt, hogy szinte 100%-ban megújuló energiából biztosítjuk ezeknek a létesítményeinknek az üzemeltetését. Tehát nagyon egyszerűen lefordítva, nem érkezik áramcsekk. Pontosan. Az igazgatósághoz. A napelemes rendszerek építésére most pedig akkor nyertek 244 millió forintot. Hát azért felvetődhet bennünk a kérdés, hogy napelemes rendszer, mi az, ami egyébként árammal megy? Tehát mi az, amit üzemeltetni kell? Így van, így van. Nekünk rengeteg létesítményünk van. Ez a mostani projektünk 42 helyszínt érint. A központi épületünket is, ami az előző fejlesztésből sajnos kimaradt, ezt érint, és további 41 helyszínt, szivattyú telepeket, védelmi központokat érint, illetve egy műtárgyat, a lónyai torkolati műtárgyat láttuk el szintén napelemekkel ismételten. Ez a projekt, ahogyan is említette, közel 250 millió forintos nagyságrendű, itt 404 kV-ampernyi beépített teljesítményt helyeztünk el. A projekt lezárult, január 31-ig befejeződtek az építési munkálatok, a műszaki átadás átvételek megtörténtek, most pedig a projekt zárása az, ami hátra van, a pénzügyi elszámolás.
Itt azonban még megemlítenék egy köztes beruházást. Volt nekünk a Rétközi tó partján, Rétközi tó mellett is egy napelemes fejlesztésünk. Erre azért volt szükség, mert a Rétközi tározó, tehát az a mi működési területünk egyik nagyon, tehát egy meghatározó létesítménye. Azt lehet mondani, hogy feltöltött állapotban Magyarország legnagyobb mesterséges tavai közé tartozik. Na ez az elmúlt időszakban pusztulásnak indult sajnos, olyan osztályos időjárás következett be, aminek eredményeképpen teljesen kiszáradt ez a több mint 10 millió köbméteres tározó. Itt a környéken élők, önkormányzatok a vízügyel karöltve összefogtak, és fölismerték azt, hogy ezt meg kell menteni, ezt a természetvédelmi szempontból is jelentős kincset. És egy tiszai olyan vízkivételi műnek a megépítésére került sor, amellyel már szinte bármilyen tiszai vízállás esetén is föl lehet tölteni Tiszából nem csak gravitációs úton ezt a tározót. Ez viszont jelentős energiafelhasználással jár, komoly villamos szivattyúk vannak ott, és ezt is próbáltuk környezettudatos módon a napból nyerni ennek a forrását, és így megépítettünk ott egy 200 kV-amperes teljesítményű napelemparkot. Vannak arra vonatkozóan számítások, hogy évente ez mekkora költségmegtakarítás jelent? Igen, vannak. Ez a három projekt, amit most elmondtam itt önnek a imént, ennek eredményeképpen azt lehet mondani, hogy 3000 gigazsúl az a megtermelt áram, ami tulajdonképpen a napból jön, és környezethatékony módon jön, és nem kell felhasználnunk. Ez, hogyha forintosítani kellene, akkor nagyjából egy olyan 20-25 millió forint megtakarítás jelent az igazgatóságnak éves szinten. Tehát ez egy komoly teljesítmény, és bár környezethatékony, környezettudatosak akarunk lenni, de azért mindenkiben ott motoszkál minden fejlesztésnél, hogy ez gazdaságilag mit is jelent. Ez én úgy gondolom, hogy gazdasági oldalról tekintve is igencsak kecsegtető dolog. Mi történik akkor, ha nem süt a nap? Ugye ezért azért jogosan felmerült az jogos, emberben. Jogos, így van, erre számítások vannak, hogy a mi égövünkben nagyjából mire kell számítani. Tudni kell, hogy ezek a napelemek nem csak szikrázó napsütés esetén termelnek, hanem szórt fénynél is termelnek, tehát télen is tulajdonképpen termel erős felhősödés esetén, nyilván lényegesen kevesebbet. Nagyjából itt a mi égövünkön úgy lehet kalkulálni, hogy egy olyan 1050-1100 kilovolt amper kilovattórányi áramot termel meg egy kilovattos rendszer. Tehát, ha ezt felszorozzuk nálunk, az igazgatóság ezzel a három projekttel közel 1 megawattnál vagyunk, tehát ebből jött ki az a szám, amit az imént önnek mondtam, ez a kb. 20-25 millió forint költségmegtakarítás. Mennyivel másabb, hogy igen, hogy ezt a pénzt azért másra is el lehet költeni. Pontosan. Ha jól tudom, akkor vannak tervek további pályázatok kapcsán. Így van, vannak. A jövő az tulajdonképpen nekünk már valamelyes picit a múlt is, mivel beadtuk a közel múltban a következő pályázatunkat. Újabb 42 helyszín, teljesen a véletlen, hogy újabb 42 helyszín, amik kimaradtak ebből a fejlesztésből. Gátőrházak, csatornaőrházak fejlesztésére pályáztunk, nyújtottunk be pályázatot decemberben, mivel újra nyitották ezt a keretet, gyorsan lecsaptunk rá. Minden pályázatunknál az volt a jellemző, hogy mi olyan igényes munkákat próbálunk beadni pályázati felhívásra, hogy kellően előkészítettek ezek a projektek, az árajánlatkérések, a beszerzési eljárásokat lefolytatjuk, a szerződéseket megkötjük. Ezek mind-mind többletpontszámot eredményeznek a pályázat elbírálásánál, tehát mi így igyekszünk. Ez így van a jelenlegi projektünknél is, kész koncepcióval rendelkeztünk, amint kijött a felhívás, úgyhogy nagyon bizakodunk abban, hogy pozitív lesz ennek is az elbírálása. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.